Üdvözlöm dr. Fazekas Sándor földügyi kormánybiztost, korábbi földművelés ügyi minisztert. Évek óta június utolsó hétvégéje a karcagi birkafőző fesztivál napja, amely immáron már 2 éve a birkafőzés napja lett városunkban, rendhagyó keretek között kerül megtartásra. Mit jelent a karcagiak számára ez a rendezvény? A karcagiak számára a birkapörkölt nemzeti eledel, ünnepi étel, és most hát birkafőző fesztivált nem tudunk tartani az előírások miatt, de nagyon sok családnál, vendéglátóhelyeken, intézményekben, cégeknél készül a finom birkapörkölt, és mi is itt családi körben főzzük, mindenki részt vesz benne, barátok is megérkeztek, úgyhogy remélem, hogy jó lesz majd. Az a hagyományos étel, amit az őseinktől örököltünk, és a nagyszüleink, szüleink módja szerint készítünk el. Miért fontos az országunk számára a hungarikum, maguk a hungarikumok? A hungarikumok nemzeti kincsek. Bennük van a magyar kultúra, művelődés több mint 1000 éve. A gasztronómia, hiszen az is a gasztronómia és az étkezés is egy kultúra. És a karcagi birkapörkölt nem önmagában az étel a hungarikum, hanem maga az elkészítés módja, hozzá kötődő ünnepek és jeles alkalmak, a jutartásnak a gazdálkodási oldala, az ételnek az elkészítése, tehát egy egységet képez. Ez egy olyan kulturális különlegesség, amit kunőseink még a ázsiai, illetve kelet-európai szeppekről hoztak magukkal, és úgy is készítjük el az ételt, mint hogy annak idején az őseink. Igazán ritkaság számba ment ebből a szempontból, hiszen látjuk azt, hogy gyorsan változnak az ételek, különösen jelenleg valami már feledésbe megy, aztán új jön helyette, felújítják az ételeket, ez viszont nem változott semmit, és a lényeg, hogy a régi recept szerint kell elkészíteni. Én örülök annak, hogy a családtagjaim is ugyanezt a hagyományt követik. A megfelelő alapokon, nyersanyagokon kívül mi még fontos ahhoz, hogy jó birkapörkölt készüljön, és miniszter úrnak van valamilyen titka a birkafőzéssel kapcsolatban, hogy miért olyan ízletes az étel? Hát oda kell rá nagyon figyelni, lassú tűzön kell készíteni, de a darabolásnak a módja, a hús előkészítés, az, hogy legyen benne perzselt rész, fej, körmök például nagyon meghatározza a későbbi eredményt, és szépen így el fog készülni ez a birkát. Most még nincs teljesen megfőve, félfővésben van, ki kell várni türelemmel, és akkor nem marad el a siker.